Első alkalommal rendezték meg a Békés-megyei rendészeti versenyt Dobosszanazukban, ahol a megyei fenntartású rendvédelmi képzésben résztvevő tanulók mérhették össze tudásukat november 9-én. A rendezvény megnyitóján Zámbó András, a Tiszakálmán közoktatási intézmény igazgatója köszöntötte a versenyzőket. Ezután Ladányi Zoltán rendőr a lezredes, rendőrségi főtanácsos beszédében hangsúlyozta, hogy a verseny nem csak azok számára nyújthat tudásbeli, a meglévő erőnléti állapotról egy visszaigazolást, akik eleve elhivatottságot éreznek a rendészeti pálya iránt, hanem azoknak is, akik még nem döntötték el tovább tanulási szándékukat. A verseny számok között szerepelt a légpuskalövészet, felülés, fekvőtámasz, a 2000 méter síkfutás, négyszer 10 méteres ingafutás, a helyből távolugrás és a kézigránát dobás. Valamint volt katasztrófa védelmi verseny is, tömlőgurítás és sugárszerelés. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola képviselői részt vettek a megmérettetésen, akik több versenyszámban is értékelték a diákok teljesítményét. Minden diák nagyon jól érezte magát a versenyen, azonban a felkészülés nem áll meg a továbbiakban sem, hiszen a csapatok többsége részt vesz a hamarosan megrendezésre kerülő országos megmérettetésen is. Yeah.
megtanulni az, amit általában mindig a legjobban szoktak várni a nap végén a fiatalok és a felkészítők is, hogy hogyan szerepel a kis csapat. Felkérem Királyné Hebők Ilona főelőadó asszonyt, hogy segítsen nekem az érmek átadásába. Yeah.